Szépen telik a bevásárlókocsi az egyik népszerű élelmiszereket is árusító áruház sétáló utcáján. Többen vannak olyan vásárlók, akik a pénztártól való távozás után másokra is gondolnak. De nagyon fontos, hogy adományozzak rá szülülő családoknak tésztát, akár olajat, konzervát, gyerekeknek édességet. Legfőképpen karácsonykor már akkor a családoknak jobban rászorulnak. Boldogságot okoz. Mindent. Minden évben advent második, harmadik hétvégén a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének önkéntesei, munkatársai egy-két népszerű bevásárló áruházban gyűjtik a tartós élelmiszeradományt. 1000-1500 regisztrált rászoruló család van a megyében, akiknek egy tartalmas élelmiszercsomagot állítanak össze az adományokból. Amit a megye teljes területén, ugye a 301 település lakosaihoz juttatunk ki. Vannak olyanok, ugye, akik már folyamatosan minden évbe kapnak tőlünk, mert sajnos nem tudnak kikeveredni, felemelkedni, hogy ne legyenek rászorulók. És vannak olyanok, akik minden évben újként jönnek a látókörünkbe, vagy hívják fel rá ismerőseink, alapszervezeti tagjaink, önkormányzatok a figyelmet. 6294 kg tartós élelmiszer gyűlt össze az adományozók jóvoltából két nap alatt. A gyűjtésben 174 önkéntes vett részt, az adományozók száma két nap alatt 3341 fő volt. Szerdától a csomagba rendezett élelmiszeradományokat a megye regisztrált rászoruló családainak kezdik kiosztani a Vöröskereszt önkéntesei.